Szerusztok, Ungvári Krisztián vagyok. Nemrégiben készítettünk egy adást Orbán Viktor és az orosz kapcsolat címmel. Ebben az adásban történt egy pontatlanság, szerencsére azt kell, hogy mondjam, ugyanis azt mondtam, hogy az a hatalmas változás, ami a Fidesz, illetve Orbán Viktor politikájában 2008 óta ebben a kérdésben megállapítható, arra maga az érintette az a magyar miniszterelnök, nyilvánosan nem reagált nem magyarázta meg ennek az óriási váltásnak az indokát. A helyzet az, hogy ebben tévedtem. Van ugyanis egy magyarázata, és ezzel a magyarázattal fogunk foglalkozni a továbbiakban, illetve még néhány olyan kérdéssel, ami azt hiszem, hogy ki fogja egészíteni, még jobban fogja magyarázni ezt a képet, és itt a még jobban on van igazán a hangsúly. Orbán Viktornak köszönhetjük azt ebben a kérdésben, hogy jobban meg fogjuk érteni, hogy miért változtatta meg az Oroszország politikáját. Azonban, mielőtt ebbe belemennék, volna néhány szolgálati közlemény. Az egyik, hogy december 3-án este 6-kor a Zelte egy nyilvános előadásra és könyvmutatóra kerül sor, ez az előadás beugrás vagy benemugrás címmel arról fog szólni, hogy miért nem léptek be a háborúba a nyugati hatalmak 1936 és 1939 között holott beléphettek volna, illetve miért lépett be Magyarország 1941. júni 26-án, holott nem biztos, hogy be kellett volna lépnie. A szolgálati közlemény másik része pedig a köszöneté. Már több mint 25 ezer ember ivatkozott fel erre a csatornára. Egyre többen nézik az adásaimat. Azt gondolom, hogy ezeknél a témáknál egyáltalán nem mellékes a nyilvánosság. A nyilvánosság az egyetlen olyan dolog, aminek a védelmébe bízhatok, amire számíthatok. Nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg támogatást, amit a nézőktől kapok, szóban és mindenféle más módon. És most térjünk vissza magára Orbán Viktorra és az orosz kapcsolatra. A magyar miniszterelnök egy ritka eset, amikor nemzetközi sajtótájékoztatón kérdésekre is válaszol 2022. április 6-án. A Reuters kérdésére részletesen megindokolta azt, hogy miért változtatta ő meg a politikáját Oroszország kérdésébe. Hallgassuk meg Orbán Viktort. Miniszterelnök úr a Mandinernek azt nyilatkozta a választások előtt, hogy az ukrán invázióval egy új helyzet állt elő az orosz kapcsolatokban de ugye korábbi nyilatkozatai fényében ugye tovább folyik a paksi beruházás, a gázimport ugye folytatódik, olajimport. Tehát, hogyha ilyen kulcs területeken marad Magyarország kitettsége Oroszországnak, akkor miben fog ez, ez, a, ez, az új helyzet változást eredményezni Magyarország-Oroszország politikájában? Most nem ezért jöttünk össze egyszer talán majd valami alapítványi rendezvényen, valami előadás keretében. Hosszan is tudok erről beszélni, de ha, ha már ilyen történelmi távlatot villantott fel, akkor azt javaslom a mi politikánk megértése érdekében, hogy, hogy értsék meg azt a logikát, hogy, hogy egészen addig, amíg a... Tehát volt egy orosz politikája Magyarországnak, illetve a mi politikai közösségünknek, aminek egy fontos határa volt 2008. 2008-ban eldőlt, hogy a nyugatiak nem akarják fölvenni a NATO-ba se a grúzokat, se az ukránokat. És akkor én megértettem, hogy itt egy teljesen más korszak jön. Egészen 2008-ig lényegében a nyugat egy térnyerésben volt, ez a NATO bővítésben is kifejeződött, és 2008-ban, amikor a bukaresti NATO csúcson az asztalon volt ez a javaslat, meg lehetett volna szavazni. Az oroszok is elég gyengék voltak még ahhoz, hogy el kellett volna fogadniuk, akkor a nyugat úgy döntött, mi úgy döntöttünk, hogy nem vesszük fel őket. Ekkor én megértettem, hogy innentől kezdve ezek az erőviszonyok lesznek hosszú ideig Európában. És akkor egy új orosz politikát építettünk föl, akkor vettem föl a kapcsolatot Putyin elnök úrral, hogy 2009 tájékán, és akkor megértettem, hogy Oroszország része lesz az európai biztonsági architektúrának, ahogy mondják, az egy európai biztonsági építménynek, hiszen létrejött az az új határvonal, ami elválasztja a NATO világát, az Európa, az, az oroszoktól, a kettő között pedig van egy ütköző államrendszer, délen a grúzok, itt nyugaton, nekünk keleten, az oroszoktól nyugatra pedig az ukránok. Ez az új helyzet. És ebben, ezek, ezen adottságok mellett kell kialakítani egy értelmes orosz politikát mindenkinek. És egészen a legutóbbi időkig ezt szerint is haladtunk. Most itt történt egy változás ezzel a háborúval. Még nem tudom pontosan, hogy ez a változás milyen mély lesz. Van, aki új vasfüggönyről beszél, van, aki helyrehozható károkról. Ezt nem tudom megítélni, hogy hogyan lesz, nem is a mi kezünkben van a döntés, de itt valami új dolog kezdődik. És amikor látom majd ennek a körvonalait, akkor majd ezt meg fogjuk vitatni a ehhez értő szakemberek, és ki fogunk alakítani egy új politikát Oroszország irányába. Most a régiből már jövünk kifele, de még az újat nem ismerjük, a kettő között vagyunk, amit nagyon pontosan leír az ön kérdése, azok a konkrét ügyek, amiről beszél. A múltból jönnek, még itt vannak, és nem tudjuk, hogy jövőben lesz -e ezeknek tere. Egyáltalán hogy lesz elgondolva az európai biztonsági rendszer, az oroszok ellenében lesz elgondolva, az oroszok abban részt valahogy, hogy sehogy se vesznek részt, Ukrajna egy ütköző állam lesz, egy demilitarizált vagy mi lesz az? az egészet mind nem tudjuk. És azt javaslom, hogy legalábbis ha az embernek egy akkora hazája van, mint Magyarország, akkor persze gondolkodjon előre, de lássa be, hogy nem is ő fogja ezt eldönteni. Tehát figyelni kell, elemezni kell, és alkalmazkodnunk kell majd ahhoz a helyzethez, ami létrejön. a próbáljuk menteni a menthetőt. Az érvelésben rendkívül figyelreméltó az a rettenetesen neutrális hang, Oroszország kapcsán, amivel a magyar miniszterelnök operál. Nem ítél el senkit, hanem azt mondja, hogy Magyarországnak kicsi ország lévén csendben kell maradnia, és ebben az ügyben ugye mi passzív szereplők vagyunk, és nem mi fogjuk úgymond eldönteni a világpolitika kérdéseit. Ez egyébként alapvetően nem is hangzik, rosszul teljesen érthető, mint ahogy a miniszterelnök érvelésének az a pontja is egyébként abszolút valid, hogy 2008-ban a nemzetközi közösség, pontosabban az Európai Unió, illetve a NATO Ukrajnát egy lehetetlen helyzetbe hozta. Azt se mondta, hogy nem fogják felvenni a NATO-ba, azt se, hogy igen, és ezzel Ukrajna egy légüres térbe került. Ez csak ugyan, egy súlyos politikai hiba. Csak éppen nem biztos, hogy azokat a következtetéseket kellett volna levonni belőle, amit Orbán Viktor tett. De most nem is ez az érdekes hanem az az állítás, hogy a magyar miniszterelnök egyébként tényleg úgy gondolja, hogy országa egy passzív szereplő, aki nem szól bele, úgy úgymondaná, a jog dolgában. A helyzet az, hogy ha megnézzük Magyarország kapcsolatát a szomszédos országokkal, illetve Nyugat-Európa más országaival, ha megnézzük azt, hogy hol, hány alkalommal került sor magyar befolyásolási kísérletekre, akkor azt fogjuk látni, hogy a honfoglalás óta, nem volt annyira aktív a magyar politika, mint Orbán Viktor alatt, aki egy nemzetközi szereplő. Legutoljára a magyar kalandozások voltak azok, amelyek például a Spanyolországig eljutottak. És utána, 2010 után pedig a Fidesz, aki konkrétan a spanyol szélső jobb oldalnak adott hitelt, és befolyásolta ezzel a spanyolországi választási eredményeket. De nézzük végig ezt sorban. Először Szlovénia. Itt Habony Árpád felvásárolta a kormánymédiát, a TV2, amit ugye a magyar néző is pontosan ismer és tudja, hogy milyen jellegű adásokat készít, felvásárolta az ottani kereskedelmi médiát, és egy magyarhoz hasonló médiastruktúrát kezdett el kialakítani. Bevezették ott is a nemzeti konzultációt, amely teljesen nélkülözi az objektivitást és a szakmaiságot, mint hogy a szlovén média gyakorlatilag a magyar kormánymédia, lenyomattává vált, és Senezi Janza, szlovén miniszterelnök, illetve fontos politikus, Orbán Viktor egyik legfontosabb fegyverhordozója. Hogyha megnézzük, hogy hogy értékelik egyébként a szlovén sajtó teljesítményét, értve ez alatt a kormánypártit, akkor a következőt halljuk erről. Sok rasszista, homofób véleménycikket közölnek, és személyeskedő rágalmazók sok rasszista, homofób véleménycikket közölnek és személyeskedve rágalmaznak újságírókat és ellenzéki politikusokat. Talán nem ismeretlen ez a módszer Magyarországról se. Szlovákia, nézzük meg ezt az országot. Itt a miniszterelnöki hivatal külön hirdetéseket adott fel a választás előtt, amelynek migránsellenes és brüsszelenes tartalmai voltak, ezt mint a szlovák választások előtt. Ráadásul emellett Magyarország tömegesen engedett ki éppen ekkor migránsokat a szlovák határon át, hogy ezzel is hangulatot tudjon kelteni pontosan az egyik egyébként a magyar ellenességéről is híres Robert Ficó mellett. Lengyelország. Magyarország korábbi hűpolitikai szövetségese. 2023-ban a Fidesz kampánytanácsadókat küldött ide. Magyar ötlet volt az, hogy az akkori lengyel ellenzék vezetője Donald Tusk ellen negatív kampányt kell folytatni, illetve itt is magyar ötlet volt az, hogy a migrációs tematikával kell választást nyerni, ez ott ugye nem sikerült. A miniszterelnökség pénzéből lengyel nyelvű migráns és brüsszelnes kampányvideókat terjesztettek itt is a YouTube felületein. Franciaország. Mészáros Lőrinc bankja nem kisebb, mint 4 milliárd forint hitelt nyújtott Marine Le Pennek, Orbán Viktor pedig erről csak annyit mondott, hogy idézem, nem az én feladatom ezzel foglalkozni. Boszniai szépköztársaság. Itt ismét egy szolgálati közleményt is el kell mondjam, ugyanis pont ezt a videót érthetetlen okokból a YouTube nem reklámozta, de erről külön adást készítettem. Ugyanis a Boszniai szépköztársaságot egy olyan politikus vezeti, Milorad Dodik, aki saját maga gyakorlatilag tagadja azt, hogy Szebrenicában népírtás történt, sőt, a politikájával mindent megtesz azért, hogy itt újra egy háborút robbancson ki, felborítsa azt a politikai egyensúlyt, ami kialakult, és hogy ez mihez vezet, ezt ugye a jugoszláv háborúkban meg lehetett már tapasztalni, és ha valakinek, akkor pont nekünk, magyaroknak, akik ennek a jugoszláv háborúnak áldozatai voltunk pont annak az országnak, amelynek a lakossága ellen a szerb partizánok a legszörnyűbb véreöngzéseket követték el. Nekünk kellene ezt igazán tudni. Ennek az ellenkezője történik. Nos, Milorád egyszer 37, majd 45 milliárd forintot kapott Magyarországról éppen a választások előtt, illetve a választások után. Szijjártó Péter személyesen is többször megjelentott ott és Orbán Viktor is hű szövetségének nevezi ezt az embert, aki konkrétan a legnagyobb veszélyt jelenti egyébként a Balkán stabilitására. Macedónia. Itt a tömeges lehallgatási botrányaiba és egyéb ügyeibe belebukó Nikolaj Grujewski az, aki Magyarországon kapott menedékjogot annak dacára, hogy a Macedón bíróság egyébként őt elítélte. Mi történik itt? magyar oldalról média felvásárlás, és ismét milliárdos hirdetések akkor, amikor még rüjewski miniszterelnök lehetett, gyakorlatilag a párt médiáját maga a nemzeti együttműködés rendszere finanszírozza. És hozzá kell tennünk, hogy elég furcsa helyzet az, hogy van egy politikus, akit a saját országában a bíróság jogerősen elítél. Ráadásul ez az ország, hogy is mondjam, egy demokrácia, Magyarország ahelyett, hogy segítené a jogszolgáltatást, befogadja ezt a bűnöző egyént, és politikai mellékjogot nyújt neki. A következő országunk Szerbia. Szerbiában Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter rendszeresen jár, és rendre felszól Alexander Vucic szerb kormányfő mellett, legyen szó választási kampányról, vagy csak a szövetségesek melletti kiállásáról belpolitikai nehézségek idején. már az is hagyománynak számít, hogy Szijjártó szerb nyelven is felszólal, ami egy külön, hogy is mondjam, előzékenysége a részéről, és ha hozzátesszük, hogy Vucic egyébként egy szerb szélső nacionalista politikus volt, és hát most is ezeken a húrokon játszik, akkor ez különösen elgondolkodható. Ráadásul Vucic politikai rendszere sajtó szempontjából igazából semmiben sem különbözik Orbán Viktorétól. Rendkívül érdekes, hogy pont az az ország, amelyik rendszeresen miniszterelnökként keresztül panaszkodik a guruló dollárok a külföldi befolyásolási kísérletek miatt, saját maga konkrétan guruló forintokkal befolyásolja egész Európában, ahol csak tudja a politikai rendszereket, és ha jobban megnézzük, akkor ezek a guruló forintok egyrészt közpénzből vannak, másrészt lehetséges, hogy guruló rúbelek. Orbán Viktor politikai üzenete az előbbi beszédben is tulajdonképpen az volt, hogy az USA, illetve a Nyugat és Oroszország alapvetően egy hasonló politikai teher, politikai fenyegetés, hiszen nem tett különbséget a kettő között abból a szempontból, hogy nekünk melyik fontos és melyik kevésbé. Sőt, többször beszélt ő arról, hogy a kívánatos az Európai Unióban az az lenne, hogyha ez átalakulna egy úgynevezett nemzetek Európájává, aminek az a lényege, hogy minél kisebb az integráció, annál jobb, minél kevesebb fék és ellensúly van benne. Annál inkább megfelel a mi politikai érdekeinknek. Konkrétan azt is mondta, idézem, hogy az EU tagságunk személyesen fájdalmas nekem, de nincs más választás, mert az export 85%-a oda megy. Ezt 2023. január 27-én mondta. Érdemes ezen az egészen elgondolkodni, mert hogy kinek lesz hasznos az, hogyha a nemzetek Európája egy gyenge Európa szemben egy nyilvánvalóan erős Oroszországgal, amelynek a korlátozásáról Orbán Viktor soha nem beszélt. Az előző adásban szó volt arról, hogy beszervezték -e egyáltalán Orbán Viktort vagy sem, és erre ugye azt a választ akkor is, hogy igazából nem ez a kérdés, hanem az, hogy ezek az érdekek hol találkoztak pontosan egymással. És a legvalószínűbb az, hogy itt kényszer helyett sokkal inkább eredetileg legalábbis egy üzleti ajánlat hangozhatott el, és pedig egy kettős üzleti ajánlat. A MET, ez a gázszolgáltató cég, amelyik egy üzleti, illetve a putyonizmus, ami pedig egy politikai modell. És akkor beszéljünk egy kicsit a met -ről. Oroszország ugyanis a befolyását alapvetően azzal tudja elérni, hogy energiahordozókat ad el barátainak, nem piaci áron. És az az adás érdekes módon mindig úgy történik, hogy nem közvetlenül az érintett állam vásárolja meg, holott ez volna a logikus, hanem mindig megjelenik közben egy cég. Egy olyan cég, amelynek tulajdonos struktúrája nem pontosan ismerhető, részben offshore hátterű, és amely cég adott esetben egy év alatt is 50-100 milliárd forintos, vagy még ennél is nagyobb haszonra tud szert tenni azon, hogy drágában adhatja a gázt, ahogy veszi. A metről szóló különböző elemzések, amelyeket mindenki megtalál egyébként az interneten, hiszen ezek a tényfeltáró újságírás nagyon fontos elemei, mind leírják azt, hogy itt valójában egy kleptokrata államról van szó, nem mint Magyarországról, ahol járadékvadászat és haveri alapú kapitalizmus alapján jelölik ki az állam a politikai szereplőket, ugyanis semmivel nem magyarázható, hogy miért jó a magyar államnak az, hogy ő 10 és 100 milliárd forintokkal több vesz energiahordozót egy magáncégtől, mint hogy azt vehetné közvetlenül is Oroszországtól. Az előző adásban említett a Mogilevics is egyébként itt úszik bele például a képbe, mert hogy Ukrajnában ugyanez a modell működött egészen addig, amíg a narancsos forradalom ezt el nem söpörte. Maga Mogilevics volt az ottani Metnek az egyik vezetője, nem véletlenül. Az egész történet, hogy ki az úraházba és mi is zajlik ebbe az országba, két szimbolikus eseményen keresztül mutathatom talán meg a leginkább. Ez két plakátkampány. Az egyik plakát kampányra valószínűleg már senki sem emlékszik, ugyanis az összes nyoma eltűnt az internet bubgyaiból is, csak mesterséges intelligenciával kaptam a visszaigazolást, hogy nem álmodom akkor, amikor jól emlékszem azokra a plakátokra, amelyeken Obama, Gyurcsány Ferenc és Putyin volt látható, Gyurcsány úgy, mint akit Obama rángat, és a plakátnak egyszerű szövege volt, hogy Putyin nem Obama. Az üzenet viszonylag egyértelmű. Van két nagyhatalom, ebből az egyik egy diszkrét, hogy is mondjam, nyílt ö, politikus, még a másik bábakat rángat a magyar politika porondján. Ezek a plakátok Budapesten mindenképp kín voltak közterületen, mert én emlékszem rájuk. Ez 2014-ben volt. A dolognak nyilván az az értelme, hogy ezek után a plakátok után közülemények kutatásokat lehet készíteni, nézni lehet, hogy mennyiben és hogyan befolyásolja ez például a magyar választó attitűdjét, a NATO, a nyugati szövetség, illetve Oroszország irányába, és az egyértelműen látjuk, hogy az utóbbi 10-15 évben az a nyugati orientáció, ami régebben teljesen elfogadott és általános volt, ez megváltozott. Van aztán egy másik plakátkampány. Szerencsére ennek a nyomai sokkal hát gazdagabbak, és mindenki megtalálhatja az interneten, nevezetesen 2020-ban a Készüljetek. Ez a Készüljetek plakátkampány aztán leginkább azért lesz érdekes, mert hogy ma ugye háborúpárti Brüsszel és békepárti Magyarországról van szó, a Készüljetek plakátkampány viszont rohamozó, szuronyos katonánkat mutat, és arról szól, hogy Magyarország gravitációs ereje nagyobb, és hogy mi a velünk élő népekkel együtt tegyük újra nagyjá a Kárpát-medencét. Szent István koronájának az ékszerei újra sokkal fényesebben kell, hogy ragyogjanak, ahogy ez egy ezzel kapcsolatos propaganda szövegben áll. A helyzet az, hogy nagyon nehezen értelmezhető ez az egész történet másképp, mint úgy, hogy Magyarország hát ha nagyjá akarja tenni a Kárpát-medencét, akkor ezt földajzilag is fogja nagyjá tenni, hiszen ezek a katonák fegyveresen rohamoznak valamerre. Mi ennek az egész dolognak az üzenete? Természetesen sok értelmezés, sok megoldás lehet. Nem tudjuk, hogy pontosan mi igaz. Egy, viszont teljesen biztos. Az az érzés, hogy nekünk valami jár, amit nem kaptunk meg, ö, a frusztráció, amire egyébként is a magyar történelem hajlamos, ez ebből egyértelműen kiderül, ez mindenről szól, csak éppen a békés egymás mellett élésről, nem, hanem a fegyveres igényekről. És nagyon nehéz elhessegetni azt, hogy emögött valamilyen magyar-orosz koprodukció áll. Annál is inkább, mert Oroszországban 2022 óta teljesen nyíltan beszélnek arról, hogy valójában Ukrajnát fel kellene osztani három zónára, amelynek nyugati része Lengyelországnak és Magyarországnak is juthatna. És hogyha megnézzük, hogy a magyar proxy -kormánypárti sajtó hogyan írt 2022. február 25-én Ukrajnáról, konkrétan azt írták le, hogy Ukrajnát támogatni hazaárulás, akkor így a kép mindjárt picit tisztább lesz, hogy hogyan is akarjuk mi nagyját tenni újra a Kárpát-medencét. És ismét nézzük meg, tehát háborúpárti ellenzék és békepárti kormány van 2022 óta. 2020-ban pedig egy háborúra készülő kormányt látunk ezeken a plakátokon. A plakátkampányoknak, és ezt ismét alá kellene húznom, nem az a célja, hogy bejelentse azt, hogy Magyarország hadműveleteket kezd egy szomszédos ország ellen. Nem erről van szó, ez is lehetne ugyan, de sokkal fontosabb ebben az, hogy lejárassa Brüsszelt és a nyugatot illetve erősítse az Ukrajnával kapcsolatos negatív politikai attitűdöt. Ez önmagában már a NER szempontjából, illetve Oroszország szempontjából egy politikai előny. Kovács Zoltán kormány szóvivő ezt úgy fejezi ki, hogy szerinte idézem, bármilyen áron, bármiképp, de fegyverszünetnek kell történnie. Magyarán mindegy, hogy mi történik Ukrajnával, de legyen fegyverszünet. Akár ezen az áron is kérdemény. És amikor ezt szintén elmondják a magyar politikusok, hogy az a kívánatos, hogy Ukrajna ne kapjon fegyvert abban a kontextusban, hogy Oroszország eleve egy iszonyatos túlerővel rendelkezik ráadásul, most már külföldről is kap fegyvereket, nem is csekély számban. Csak annyit jelent, hogy az agresszor győzelme ellen nem szabad tennünk semmit. És ilyen szempontból tán szimbolikus is az a magyar segítség, amit Ukrajna kapott, amikor például 500 liter misebort küldtek az ukrán egyházaknak, mint úgymond támogatást egy olyan helyzetben, amikor az egész ország gyakorlatilag egy szörnyű háború terhét nyegi. És ismét térjünk vissza a nyugat-kelet bemutatással körüli asszimetriákra. Már úgy értem, a magyar kormány részéről. 2022-ben amikor a külügyminisztériumot orosz támadás éri, Szijjártó Péter ezt hazugságnak nevezi. 2024-ben, amikor ennek bizonyítékai a sajtó elé kerülnek, a válasz viszont az lesz, hogy igen, de az országot minden oldalról támadják. Magyarán az USA, a NATO ezek szerint ugyanúgy próbálja kifürkészni a magyar külügyminisztérium titkait, mint Oroszország eleve van egy erős kétség nem, hogy ez így van, de egyébként is ezek szerint ugyanolyan veszélyt jelent a magyar függetlenségre egy olyan rendszer, mint a NATO és az Európai Unió, mint hogyha mi egy orosz tagköztársaság lennénk. Ezt azt gondolom, hogy senki se gondolhatja komolyan. 2023-ban Magyarország nem szavazza meg egyébként az Európa tanásban Navalnyi fogvatartását elítélő határozatot, Navalnyi ugye egy orosz politikus, aki azóta meg is halt, egy ellenzéki szereplő, akit megpróbáltak megmérgezni, és ki önként hazatért egyébként Oroszországba, igazából, hogy mártírhalált haljon, másképp nem is tudom ezt megfogalmazni, illetve nem fog a, illetve Magyarország nem ítéli el Oroszország invázióját sem, nem írja el a nemzetközi büntetőbíróság Putyin elleni elfogató parancsát, és még sorolhatnám azokat a gesztusokat, ahol hát leginkább a küllő, az akadályozó szerepet veszi fel a magyar politika, miközben egyébként, amikor muszáj, amikor nincs más út, akkor mégis megszavazzák a szankciókat Oroszország ellen. És itt érjünk vissza Szijjártó Péterre, aki 2024-ben azt mondja, hogy ha egy kormány szuverén, akkor azt minden irányból támadják. Egyben csak egy dolog állandó, a balliberális média mindig választási kampányban támad a legjobban és a, és a leggátlástalanabb eszközökkel. Nekünk nemzeti érdekeink vannak, nekik megrendelőik. Hogy kinek milyen megrendelői vannak, arról azt gondolom a néző maga is meggyőződhet, ha megnézi Orbán furcsa pillanatait 2023. október 17-én, amikor a magyar miniszterelnök Vladimir Putyinnal tárgyal találkozik a kínai egy út, egy övezet rendezvényen. A kínai egy út, rendezvényen. Со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран это весьма ограниченная. Тем не менее, не может был значительный рост торгово-экономического взаимодействия с одной из стран Евросоюза. Здесь, Орбан Виктор, не что, nem tudom, minek lehet nevezni azt, ahol naponta több mint 500 ember hal meg. És a magyar miniszterelnök ezt a mondatot is képes volt mondani, hogy Magyarország soha nem akart Oroszországgal szembeállni. Persze, 1849-ben sem akart, 1944-45-ben sem akart, és 1956-ban sem. Így most már érthetjük a Somkuti Bálint és Orbán balásféle féle nyilatkozatokat, amelyekből az derül ki, hogyha még egy 56 volna, akkor nekünk nem kellene szemben állni Oroszországgal. A magyar miniszterelnök 14 év alatt 13-szor találkozott Vladimir Putyinnal. Vajon miért? Köszönöm szépen a figyelmeteket.